Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Műsorunk támogató partnere a Pannonia Nyomda Kft. A Magyar Rali Bajnokság egyetlen múlvás futamát rendezték meg a Balaton felvidéken. A 28. Székesfehérvár-Veszprém Rallira benevezett párosok a múlvás szakaszokon a Pirelli kupáért is csatáztak. Két nap alatt összesen 10 gyorsasági várt a mezőnyre, ami önmagában is komoly kihívást jelentett. A perzselő kánikulai hőség azonban még extrémebb helyzetet teremtett ezen a hétvégén. A legnagyobb érdekességet Bútor Róbert szolgáltatta, aki az erőtösök között egy C3-as Citroën VRC-vel állt rajthoz. A hazai szabályoknak megfelelően az eredménye nem számított bele a rali egy értékelésébe, ettől függetlenül az első napon Bútor a pokoli melegben leggyorsabbnak bizonyult. Fantasztikus napon vagyunk túl. Azt gondolom, hogy minden pillanatát élveztük, talán egy kicsit jobban, mint eddig bármikor. Átléptünk egy szintet most, megint azt hiszem. Most éreztük azt, hogy az autó már VRC módjára dolgozik. Nagyon-nagyon nagy élmény volt menni vele, és igazából azt hiszem, hogy ez az a tempó, ami méltó ehhez az autóhoz. Próbálom kizárni azt, hogy mi történt. Értelemszerűen, ha bennem lenne, nem mernék menni, és akkor nincs értelme az egésznek. Sajnos azt gondolom viszont, hogy ebbe a tempóba bármikor benne van a hibázás. De ennek ellenére azt mondhatom, hogy a mai napon egyetlen egy kis kalandunk sem volt. Megpróbálom azt menni, amit biztonságosan tudok. Persze ezen a teszten is azt gondoltam, hogy annyit megyek, amikor az ominózus borulás történt. De remélem, hogy ezt 30 évre letudtam, és tényleg úgy állok neki, hogy nem kell. Tehát nem gondolok rá, nem vonzom be, nem érdekel. Élvezni akarom minden pillanatát, azt akarom, hogy a Robi is élvezze, a nézők is, mindenki. És ez a mai nap ez ilyen volt. Ez érte a pénzt ma. A Mercarius Rally egy bajnokságban a szombati nap után Mats Östberg diktálta a tempót. A norvégok korábbi világbajnoka egy szakaszt megnyert, de a többin is kis különbséggel lemaradva haladt az élmezőnyben. Ennek eredményeképp több mint 10 másodperces előnnyel térhetett pihenőre. Kimondva kimondatlanul győzelmi, de legalább dobogós reményekkel érkezett a Balaton felvidékre Klaus Kristóf és Csányi Botond. A páros ennek megfelelően be is kezdett a szombati napon. A futamban vezető Mats Östberg mögött a második pozícióban álltak úgy, hogy két szakasz erejéig még a futamot is vezették. Ugye alapvetően szeretjük a veszprémi pályákat, tehát ez nem is titok, szerintem be is bizonyította, hogy megvan a gyorsasága ezekhez a pályákhoz. Ugye nyertük már a Mikulással itt kétszer, tavaly is úgy gondolom, hogy azért lőtávolban voltunk, ugye más gumiabroncsokkal mentünk, akkor nem volt nyitott, esett az eső tavaly évben. Idén ugye ez most idáig elkerült bennünket. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy tehát jók a gumik ezekre a pályákra. Szeretünk menni, ennyi, tehát nincs más oka. Nem feszítettük túl, tehát még lehetne szerintem azért gyorsulni. Isten igazából ezt szerettük volna, utalért bennünket egy defekt. Szerintem a pálya felé, a várpalota felétől jobb első defekttel jöttünk le. Hát ott egy 15 biztos, tehát szerintem olyan Özberg-eleg át tudtunk volna jönni, vagy ilyen adok-kapok lett volna. Így most ugye második helyen vagyunk. Most Butorovit nem akarom számolni, a plusz 100 lóerős VRC, tehát az szerintem nem egy súlycsoportba focizunk. Nyilván nem ezzel lehúzva az ő teljesítményét. Tehát alapvetően második helyen fordulunk holnap. Teljesen jó helyen vagyunk, tehát 10 másodpercet én úgy gondolom, hogy be lehet hozni. Még lehet az előnyünkre is válik, hogy nem egyesként megyünk, tehát ő már csinál valami nyomot nekünk. Az üldözők között ott volt Velencei Ádám, aki belátható távolságon belül 16 másodpercre volt az éllovashoz képest. Élvezzük, nagyon az első kör az nem sikerült annyira.
nem találtam bele így a féktávokba, nagyon felhordá, nagyon poros volt még a teteje a gyorsoknak. Ott bezsebeltünk egy keveset, de szinte mindenkinek volt defektje, mi megúsztuk ilyen lassú defekttel, ami most 1-2 másodperc volt. Volt egy túlcsúszásunk, ezt leszámítva a harmadik helyen vagyunk, de holnap fog eldőlni, majd szerintem minden holnapi gyorsok nehezebbek lesznek. Az idei évben eddig 4 második helyezést szerzett Vince Ferenc még akkor is szerette volna megtörni ezt a sorozatot, ha az aszfalthoz képest Murván kevesebb tapasztalattal rendelkezik. Ennek megfelelően a futam elején bekezdett, amin elég rendesen rajta vesztett. Ugye első gyorsan egyből azzal kezdtük, ugye defektőrű gumival mentünk, hogy semmiképp se kapjunk defektet, mert eddig mindig a defektet miatt szívtam meg ezt a Veszprém rallit általában. Egyből defektet kaptunk a harmadik kilométerbe, úgyhogy egy 10 defekttel mentünk le. Hát ilyen 30-valahány másodpercet szedtünk csak össze, amint csodálkoztam is, mert belülről sokkal többnek érződött. Majd kicseréltük ugye a kereket. Aztán jött a kettes gyors, ott kicsit melege lett az elektronikánknak, úgyhogy letiltott. Így utcai módba tudtuk teljesíteni a gyorsnak a felét, ami megint csak nagy időveszteség volt. Majd jött a hármas gyors, megint kaptunk egy lassú defektet, de az időben annyira nem hátráltatott minket. Viszont olyan pótkerekeink voltak sajnos, amik nem kaptunk már olyan gumit, mint ami az autón volt, és ezért más típusú pótkerék volt bent. Úgyhogy több különböző gumi volt az autó a negyedik gyors, ahhoz képest ott az időnk az szerintem elég jó volt. Majd a szuper speciálon elnézést is kérnék a nézőktől, mert ott meg tönkrement a kézifékünk, úgyhogy ott nem tudtunk csúsztatgatni, pedig szerettem volna, ott azon csak végiggurultunk így, úgyhogy igazából itt tartom. A sokkal annak köszönhetően Vince Ferenc az abszolút értékelés 7. helyére csúszott vissza. A 2019-es magyar bajnokra tehát nem várt könnyű folytatás. Mint ahogy egyáltalán nem volt könnyű visszarázódni a Balog Jánosnak és Holzer Dánielnek sem, a kettős ugyanis több mint fél év kihagyás után ült ismét versenyautóban. Ehhez képest a szombati 4. helyjel abszolút elégedettek lehettek. Az elején egy kicsit így sok volt, így nehezek a körülmények, meleg volt, de arra nem fognám, mert annyira nem viselt meg. Inkább azt mondom, hogy olyan körülmények voltak, amihez úgy kellett igazodni, és nincs meg már a rutin, szóval akárhogy színezzük ezt a történetet, gyakorlatilag hiányzik azok a versenyek és azok a kilométerek, amik az elmúlt időszakban itt kimaradtak. Ez, hogy időszakosan ülünk kocsiba, azért egy picit irányomja a bélyegét, hát nekem kell kicsit jobban összekapni magamat. A mai napot azt abszolváltuk, így gyakorlatilag az autóban, így a kettőnk között, illetve akkor az autót is beleértve, így a hármas így gyakorlatilag jól működött, minden oké volt. A második kör már hordozott olyan jegyeket magába, amire azt mondom, hogy élvezhető volt, és jól éreztük magunkat, és igazából nekünk ez a fő cél ezen a versenyen. Úgyhogy az, hogy mi van felírva az eredményjelző táblára, az nekünk másodlagos. Saját magunk elvárásainak szeretnénk úgy megfelelni a jövőre vonatkozóan is, hogy azért, ha már jó az eredmény, akkor legalább produkáljunk olyat, ami ez városról valami jó eredmény, akkor van még itt valami keresnivaló. Az R3-as kategóriában a korábbiakhoz képest tovább bővült a mezőny, már 3 egység harcolt a dobogós helyezésekért. Ebben a küzdelemben természetesen ott volt Hoffer Zsolt és Czézinger Kristóf is, akik egyre több tapasztalatot gyűjtenek, de a Fiesta-val így is bőven volt kalandjuk. Sziasztok, köszönöm a nézőket! Felejthető napon vagyunk túl, nem indult jól már az eleje sem sajnos, betört a hátsó szélvédőnk is, az első gyors nem is sikerült túl fényesen, nem dicsérném a teljesítményemet. A másodikon valóban beestünk, egy ilyen tempós részen elküldtem még egy jobbost, hogy van a balos el fog férni, aztán nem fért el, úgyhogy választhatom, hogy ráfordítom, aztán ha megakad, akkor borul, vagy megpróbálom átengedni az elejével, úgyhogy nyomtam egy diszkóféket, próbáltam lassítani, átengedtem a buckán, rengeteg szuper nézővel ott kitoltak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezúton is nekik, és hát utána mentünk. A harmadikon egy jobb első defektel sikerült abszolválni, hát a pályának szerintem az utolsó egy harmadát. Úgyhogy volt egy értékelhető 4. gyorsunk, ami utána elmentünk, prologoltunk, ott már inkább akartam egy kicsit keresztbe autózni és jól érezni magam. Közben a Kristóf nyomott egy kis live-ot, így akik követnek minket, meg tudják nézni. Úgyhogy így állunk, az autó úgy néz ki, mint amit Montóból loptunk éppen, de remélem, hogy a Berény Racing rendbe rakja, sőt biztos vagyok benne, és akkor holnap újra teljes értékűen tudunk vele versenyezni.
Ugyancsak ebben a kategóriában állt rajthoz Bacsa Tamás, akinek új volt a technika és a géposztály is. Egy ilyen lehetőséget viszont nem hagyhatott ki. Mindenféleképpen az arra törekedtünk, hogy míg van most úgymond ez a holt szezon nekünk, valamilyen autóban egy kicsit tudjuk gyűjteni a kilométert, és erre szerintem nagyon jó alkalom nyílt. Ez egy Rally 3-as Ford Fiesta, ez egy négykerék meghajtású turbós kis autó. Barátkozunk még vele egyébként. Nagyon hosszú még igazából ennek a teljesítési fázisnak a vége. Sok van még benne. Mindig minden gyorsasági tud egy kis újat mutatni, és mindig fel tudjuk ezt a dolgot lépcsőről lépcsőre építeni. Érdekes volt a mai napunk egyébként. Hát elég kaotikusan kezdődött, volt egy kis motortúlmelegedésünk, volt egy kis túlcsúszásunk is, leállt egyszer az autó, ilyen kis apró problémák voltak vele, tehát ha szívemre teszem a kezem, akkor egy tiszta körünk volt vele, amit élveztünk és jó volt. Nagyon várjuk a holnapot, kemény lesz a holnap, de hát ezért vagyunk itt. Műsorunk támogató partnere a Pannonia Nyomda Kft. Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Másnap a szűk erdei utakon tovább szárnyalt a VRC-vel Bútor Róbert, a hazai mezőnyben pedig Metz Östberg. Bútor ugyan jelentős fölénnyel zárta a futam első helyén, de jó szokásához híven a célban ismét leadta a menetlevelét, mert semmilyen formában nem akart beleszólni a bajnoki csatába. A 28. Székesfehérvár Veszprém Rallita Pirelli kupáért tehát Metz Östberg nyerte meg, aki ismét szenzációs teljesítményt nyújtott. A norvég kiválósága célban megjegyezte, egyáltalán nem volt könnyű a mezőny elején menni, még a második körben is rendkívül porosak és kövesek voltak a szakaszok. Nagyon kellett vigyázni arra, hogy ne kapjanak defektet. Szerencsére azonban a feladatot jól megoldották és újabb futamot nyertek. Természetesen rendkívül boldogok, hiszen idén az összes versenyt megnyerték Magyarországon, ahol elindultak. Legalább ilyen elégedett volt a célban Vince Ferenc, aki hatalmasat ment a futam záró napján. 5 helyet javított, abszolútban ismét a második lett, ráadásul a Power Stage-en Östberget is le tudta győzni. Ez borzasztó jó, ugye a tegnapi nap után már azon gondolkoztunk majdnem, hogy ki kellene állnunk, mert annyi balszerencséért minket, ugye két defekt, a elektronika túlmelegedett. Fú, tényleg úgy voltam, hogy feladjuk, de látszik, hogy sose szabad feladni, mindig az utolsóig ki kell tartani. És kicsit módosítottunk ugye az autóbeállításain is, próbáltunk rám finom hangolni, mert nagyon csúszott a hátulja, és ezt próbáltuk egy kicsit kompenzálni, ezzel tudtunk is gyorsulni, meg hát szoktam is egy kicsit a murvát. Ellenfeleknek igaz volt, mert egy kis szerencsétlenségük, mert ők is kaptak kislődön defektet, de itt a Powert ezt meg tudtuk nyerni, itt szerintem ez minden örömünket felülmúlja, hogy egy macot, ugye egy világbajnokot murván, legalább egy gyorsan is meg tudtunk verni, én ennek nagyon örülök. Jobban örülök ennek a második helynek, mint mondjuk egy aszfalt győzelemnek, úgyhogy elégedett vagyok. Velencei Ádám közel volt a Veszprémi ezüsthöz, de ahhoz is, hogy idő előtt feladja a küzdelmet. Egy ugratón kis híján rajta vesztettek, ám végül ismét a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Lehetett volna jobb is így a végén, nagyon jól indult most a második kör. Sikerült Klaus Kristófékat átugranunk, de Vince Feri jött fel, kaptunk sajnos kistődön egy defektet. A defekten mentünk életre halára, nem is kaptunk annyit. Most itt az utolsón ezáltal nyomni kellett nagyon. Próbáltam nyomni, de kiestünk a nyomból és átugrattunk egy ilyen kis buckán. Szerencsére nem lett nagyobb baj. Ha ezt nézem, akkor jó, hogy itt vagyunk a harmadik helyen, de a második az jobb lett volna. A dobogósok mögött Balogh János és Holzer Dániel zárt a Balatonfelvidéken. Hát szuper volt, fantasztikus volt. Fél éve nem ültünk gyakorlatilag versenyautóba, és már a teszten érződött, hogy erre szükség van, ez kell, mint egy falatkenyér tényleg. Tehát így fél éven teszt nekünk azért muszáj, tehát hogyha már nem is veszünk részt így aktívan a bajnokságban, tehát itt Veszprémben, Murván, nekünk itt a helyünk, és menni kell, ha tetszik, ha nem. És nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, azt gondolom. Jól sikerültek a beállítások, az összhang az első pillanattól kezdve természetesen megvan. És
Hát, nagyon jól éreztük magunkat. Gondolom, hogy egyrészt nem felejtettem el vezetni, én meg nem felejtettem el navigálni. Tehát ilyenkor nem nagyon van más választása, mint hogy lenyomni a jobb oldali pedált a megfelelő pillanatban, és csak a megfelelő pillanatban megnyomni a másikat. Tehát azért nálunk van egy olyan összhang az autóba, ami így kölcsönösen oda-vissza húzza a másikat, és mi ebből építkezünk, ebből táplálkozunk gyorsaságra, és amikor megint a mosoly, akkor pedig azt gondolom, hogy már az eredmény is önmagáért tud beszélni a végén. Óriási hullámvasúton ült ezen a hétvégén Klaus Kristóf. A fiatalral is vezetett a versenyben, sokáig a második helyen zárt, az utolsó körben azonban semmi nem jött össze. Pontosabban az ötödik pozíció igen, de ettől többre számított. Tegnap nagyon jól kezdtünk, nagyon stabilan tudtuk, mit csinálunk. Sajnos ott volt egy szerencsétlen defekt. Itt egy kicsit visszacsúsztunk, de azt éreztük, hogy van remény. Első körben nyilván Özberggel nem bírtunk, de a második helyet tudtuk tartani, de azt érzem, hogy itt az utolsó körben most minden olyan dolgot elkövettünk, vagy összejött, ami azt okozza, hogy a második helyről az ötödikre csúszunk. Ha az ötödik még megvan. Nem tudom, hogy éppen még kijön beállénk, úgyhogy késést is összeszedtünk, defektet is összegyűjtöttünk, úgyhogy nem ez volt az a futam, ami úgymond az áttörést hozza. Nem tudom, mikor jön. Lehet, egy kis pihenésre van szükségünk. Voltak néhányan a mezőnyben, akik stabil, megbízható teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet. Ebbe a körbe tartozott Tóth Tibor is, aki a szombaton megszerzett 6. helyet egészen a végéig megtartotta. Igaz, keményen megdolgozott érte. Józsika és én is húztuk a fenekünket néha. Hát biztonságosan mentünk, talán egy ilyen eset volt, amikor húj, de én úgy gondolom ez egy stabil, biztonságos tempóval. Tehát mi ennyit tudunk. Tehát gyakorlatilag a gumik az első körben nem koptak, ugye mi takarítottunk, úgy néztem a többieknek se kopott jobban a gumik. Hát tetszett így is, mert direkt ezt gyakoroltuk a teszten, a hivatalosan is, meg a mi tesztünkön is, hogy mi takarítottunk magunknak, aztán így annyira nem lepett meg a dolog. Volt, meg lefulladtunk most itt az egyik visszafordítóban, nem is tudom, hogy akartam egyes kanyar, tehát egyes fokozatos kanyar volt, és néztem, harmadikban vagyunk, hát nem is értettem. Ott bennmaradt szerintem 2-3 másodperc. Az előző körben is ezekben a visszafordítókban gyakorlatilag annyira megtiszteltem, és mégis mindig kisodródtunk, most még jobban megtiszteltem, és Józsika mondta, hogy ezek most jók voltak, de volt, ahol máshol rontottunk, de alapjában véve jó tempót mentünk, úgy gondolom, magunkhoz képest. A pokoli hőségben a versenyzőknek nagy hangsúlyt kellett fordítani a folyadékpótlásra, de a súlyveszteséget így sem lehetett elkerülni. Így járt az abszolút értékelés 8. helyén végzett Trencsényi József is. 3-4 kiló biztos leadtam a meleg miatt, meg nagyon munkás volt bent, nagyon nehezek voltak a pályák, nagyon-nagyon figyelni kellett nyilván az évekre, a nyomokra, nagyon óriási nagy kövek kerültek elő, ami pályafeléráskor nyilván nem lehetett beírni, nagyon-nagyon sok improvizáció volt, ami agyilag azért lemeríti az embert, hogy nem csak arra kell figyelni, hogy padlógáz, hanem nézni, hogy esetleg milyen adottságok vannak a pályán, úgyhogy nagyon-nagyon munkás volt, meg ez a meleg is szerintem nagyon sokat kivett belőlünk. A vasárnapi 6 szakaszon a közvetlen élmezőny mögötti szekcióban foglalt helyet Órai Balázs, aki végül top 10-es eredménnyel zárt. Voltunk fönn is lenni, és az első gyorsan nagyon rosszul sikerült. Nagyon eltévedtünk a itteni átmásolásnál, valószínűleg kimaradt egy pár dolog, meg majd máshova került. Ott első szóltunk zavarodva, az új részen csak botorkáltunk. Utána a következő két gyorsan váltókat szorítanom kellett, hogy szét ne essen, mert az szét volt esve, csak nem maradjon a kezembe. Úgyhogy utána a második körre viszont minden meg lett csinálva, minden tökéletes lett. A hegyesen ugyanúgy megvolt az a keveredés benne, de viszont a másik két gyors az már egész jól sikerült. A magamhoz képest azt jöttem, amit én szerettem volna. Ferenc Krisztián is remekül érezte magát az év egyetlen murvás bajnoki versenyén. Igyekezett mindent kihozni a 10 gyorsaságin, ami végül az abszolút 11. helyezéshez volt elegendő. Nagyon jó volt a hétvége, nehéz volt ez a verseny én szerintem, de nem a meleg miatt. Melegen nem volt a figyelmünk, úgyhogy nem is zavart minket. Valami miatt nehéz volt ez a hétvége, de amiket nagyon élveztünk, a nagylőtér, kislőtér, várpalota, ezeket nagyon szeretjük. Az RC3-as kategóriában 3-ból 2 egység látta meg a célt. Bacsa Tamás végül szoros küzdelemben nyerte meg a kategóriát, és számos pozitív élménnyel gazdagodott. Örülünk, hogy itt vagyunk a célban. Titkon reméltük, hogy ezért be tudjuk hozni az autót minden kartfalás nélkül. Hál' Istennek
sértetlen igazából az autó, nem kaptunk defektet, és ez úgy gondolom, hogy ez így nem rossz. Folyamatosan tudtunk a mai nap folyamán gyorsulni. Volt talán azt mondom egy-két jó részeredmény, ez is volt igazából a cél. Mert ugye végén látom is, hogy használtuk egyébként a gumit, úgyhogy jó lesz ez, én úgy gondolom. Valamint szeretném megköszönni a PSA Motorsportnak, azon belül a Berta Lászlónak az autót, hogy lehetőségünkre biztosította, egy ilyen autóval menjünk, nagy élmény egyébként, meg hát a támogatóinak természetesen, akik mellettünk vannak, úgyhogy remélem folytatjuk tovább. Ez a nap már sokkal jobb volt. Azt gondolom, hogy szépen fejlődtük, összeraktuk az autót, köszönöm a csapatnak, rendben volt az autó. Összeraktunk egy jó fejlődést, annyi volt, hogy a harmadik gyorson egyszer csak utolértük az osztrák páros, aki mögött háromszor vagy négyszer álltunk meg szinte nullára, sőt nullára, akkor a portver kiderült, hogy ő eltévedt és valahol visszakeveredett elénk. Úgyhogy kértünk ide jó érest, nem tudom, hogy megkapjuk-e, de igazándiból Bacsatomékkal tudtunk partiba lenni, tudtam előtte végezni, szerintem az óriási, nagyon gratulálom nekik, hiszen hosszú idő kihagyás után visszajöttek és borzalmasan jól mentek, úgyhogy jó volt vele egy kategóriába menni, és azt gondolom, hogy itt vagyunk ezen a nagy küzdelmes versenyen, én ennek nagyon örülök. Az ORC értékelésében a miskolci Friedman Zsolt és navigátora dr. Kovács Anna Mária végzett az élen, akik a Salgó Rally után másodízben nyerték meg a kategóriát. Második helyen Bertalan Márton, a harmadikon pedig Fockó Ákos zárt. A Rally 1-es bajnokságban most egy hosszabb szünet következik, mert az augusztus utolsó hétvégére tervezett Vértes Rallyt a rendező néhány héttel ezelőtt lemondta. A mezőny legközelebb októberben Ózdon találkozik, az izgalmak pedig a bajnokság hajrájában is garantáltak.